Augusztus 1-től az utcán is kötelező szájmaszkot viselni Madeirán a koronavírus járvány megfékezése érdekében. Vannak szakértők, akik szerint az intézkedés szembe megy a portugál alkotmánnyal, az autonóm régió lakóinak jó része azonban egyetért vele. Igen, egyetértek, kell a maszk, hogy megvédjük magunkat, mondja ez az asszony. Nem látszik csillapodni a járvány Spanyolországban, ezért ott is kötelező a maszkviselés több régióban. Az új gócok miatt több ország is utazási figyelmeztetést adott ki egyes régiókra, vagy Spanyolország egész területére. Németország 3 északi spanyol régió látogatását minősítette magas kockázatúnak. Több francia városban is kötelező a maszkviselés, így Le Touquet-ban is. Ez a nő azt mondja, nincs ezzel gond, bár meleg van, de nem zavarja a maszk. Ez a férfi viszont arról beszél, úgy látja, az emberek azonnal leveszik, amint csak lehet, például, hogy fagyizzanak egyet. Szerinte ez nevetséges, ezért ő is többnyire csak a kezében tartja a maszkot, de nem hordja, és ez az egész nem is igazán érdekli. Franciaországban 16 a járvány által jelentősen sújtott ország turistái csak azután léphetnek be, ha negatív eredményt hozó koronavírus teszten esnek át. Szigorú intézkedések maradnak érvényben Olaszországban is. A kormány döntése értelmében a vonatokon az utasoknak kötelező maszkot viselni és 1 méteres távolságot tartani egymástól.